amikor egy igazán, de tényleg kriminálisan rossz játék kerül a kezeink közé tesztelésre, akkor gyakran elég könnyű sejteni, hogy mi állhat a kudarc hátterében. A rendelkezésre álló erőforrásokhoz képest túlzónak bizonyuló ambíciók, a tapasztalat hiánya vagy a játék alatt zakatoló technológia nem feltétlenül mesteri ismerete és használata mind hozzájárulhatnak egy-egy hangulattól függően elszomorítóan vagy már-már komikusan rossz alkotás születéséhez. Ezért is vonza sok játékos figyelmét a játékipar magas szintje, ahol az úgynevezett AAA játékok készülnek, ugyanis a nagy kiadóknál elméletileg minden adott, hogy ezeket a gyermekbetegségeket kiküszöböljék, és sokkal jobb az esélye, hogy az unalmas, középszernél rosszabb játékok nem kerülnek a boltok polcaira. Kivéve, amikor a körülmények szerencsétlen összjátékának köszönhetően a csomagolást kibontva nem minőségi szórakozás, hanem valami szörnyszülött kerül a képernyőnkre. Most ezekből a sajnálatos esetekből válogattunk nektek, ahol a Chili Willy marketinggel bizony elég pocsék terméket próbált meg ránk sózni a játékipar azon szegmense, ahol nagyobb költségvetésekkel dolgoznak a készítők. A Microsoft sok szériát próbált feltámasztani az Xboxin már több mint 20 éves múltjából, hogy ismét vonzóvá tegye a konzolcsaládot. A 2014-es E3-on például a nyílt világú műfajon belül rendkívül egyedinek számító Crackdown széria folytatását húzták elő a kalapból. A teljes mértékben CGI trailer elképesztő szintű rombolhatóságot vetített előre, amiről azt állították a marketingesek, hogy a Microsoft felhő alapú számítási kapacitásának bevonásával lesz majd megvalósítható. Nos, több halasztás és a fejlesztésből kiszálló partnerek után a Sumo Digital 2019-re izzadta ki magából a végeredményt, ami az elvárásokat elképesztően alulmúlta, és olyan benyomást nyújtott, mintha az első rész megjelenése óta eltelt bő évtizedben semmit nem lépett volna előre a széria. A harc és a sztori viszonylag unalmas lett, a valamennyi izgalmat hordozó mozgást pedig gyakran kigáncsolta a furán működő fizikai szimuláció. A sajtó mindezt egy középszerű 60-as átlagolt értékeléssel jutalmazta, de a játékosok csalódását jobban illusztrálja a 4.1-es átlag, amit tőlük kapott a Crackdown 3 a Metacritic-en. Lehet amellett érvelni, hogy a Konami az utóbbi években már nem számít igazi AAA kiadónak, de ha a cég, ami gyűjthető kártyákkal és játékgépekkel is foglalkozik, bedobja a Metal Gear nevet és a legnépszerűbb gaming platformokat célozza meg egy termékkel, nehéz nem a többi profi kiadóhoz hasonlítani őket és a játékokat. Sajnos ebben az esetben szinte csak rosszat lestek el a többi AAA játék készítőtől, és minden bizonnyal az eddigi legmélyebb pontjára vitték el a szériát. A Metal Gear Solid 5 technikai hátterét és a Phantom Painhez használt játékelemeket arra sikerült felhasználnia a Hideo Kojima után a sorozat irányát kijelölő gárdának, hogy egy elképesztően unalmas, túlélő játékot hozzon össze, amiben repetitív támadásokkal teríthetünk le rendkívül unalmasan, olykor pedig komikusan bénán viselkedő zombikat, amikből aztán kínosan lassan lootolhatjuk ki a bennük rejlő energiát. Mindezt megspékelték a világ legunalmasabb túlélő mechanikáival, a gyakori beavatkozást igénylő éhség és szomjúságmérőkkel. De nem baj, a játékosok bármivel elszórakoznak, ha kooperatív módban szenvedhetnek, ugye? És az sem lesz baj, ha a fizetős játékban még mikrotranszakciókat is teszünk, ugye? Hát a Metacritic felhasználóinak 1.5-ös átlagú értékelései szerint ezt már szinte senkinek nem veszi be a nyomra. Van nagyobb zicser, mint újra kiadni a világ egyik legnépszerűbb játéksorozatának klasszikus részeit? Valószínűleg nincs, de ahogy a fociban, úgy tűnik a játékiparban sincs olyan nagy gólhelyzet, amit teljességgel lehetetlen kihagyni. Hiába volt adott a Rockstar 3 korábbi alkotása egy csomagban, amik külön-külön is emlékezetes mérföldkőnek bizonyultak a nyílt világú játékok történetében, és egy csapat, amely korábban többször is működésre bírta már az eredeti fejlesztők alkotásait mobilon, a GTA 3, Vice City és San Andreas újra csomagolása kisebb katasztrófának bizonyult. Az új portok hoztak néhány kényelmi újítást a klasszikus GTA részekbe, de ez közel sem volt elég, hogy ellensúlyozza a rengeteg negatívumot. Ezek közül elsőként az újra gondolt, ám az eredeti stílust teljesen szétbarmoló látványvilág tűnhetett fel a rajongóknak,
Ezt a ráncfelvarrást az egyik kritikus kiváló metaforával nevezte láncfűrésszel végrehajtott sebészi beavatkozásnak. Az ízlés rendőrség haragját kiváltó művészeti hibák mellett technikai bakikat is sikerült elkövetnie a fejlesztőknek, így az eredeti játékból megmaradt bugokhoz újak csatlakoztak, meglepő akadályokat gördítve a játékosok elé. Ők mindezt 1.0-as átlagot kiadó értékelésekkel hálálták meg, amihez képest a sajtó 51-es átlagos sem fest sokkal jobb képet. A csúfosan meg nem térülő befektetések közül az utóbbi évekből mindenképpen kiemelkedik a Square Enix és a játék kiadását követően gyakorlatilag bezárt Luminous Productions közreműködéséből létrejött Forspoken. A Project Athia névre hallgató tech demóból teljes értékű játékká, bár ezt a jelzőt biztos sokan vitatnák, szóval az ide avanzsált akció RPG látványa még egész jól helytállt, és a harcrendszere sem csak negatív visszajelzéseket kapott. Ezen kívül viszont szinte semmi értékelhetőt nem tudott felmutatni a Square alá tartozó csapat, ami megnyerte volna a játékosokat vagy a sajtót. Az internet népétől a legnagyobb paradicsom dobálást a túlságosan hosszúra nyúlt bevezető kapta, aminek során a sokak számára nem túl rokonszenves Freya már-már komikusan sokat káromkodik, mielőtt New Yorkból átkerül Athia mágikus világába, de azért utána is előfordul egy-egy négybetűs szó. Sajnos ez a fantasy környezet is kifejezetten üresnek bizonyult, a benne lévő tartalmak pedig nagyjából annyira izgalmasnak, mint a telefonkönyv lapozgatása. Mindez összességében még nem lenne akkora bűn, ahogy azt a 64-es kritikusi átlag mutatja a Metacritiken, bár a felhasználók által adott 3.9-es átlag lesújtóbb képet fest. Annak fényében viszont kifejezetten komoly bukás, hogy a projektre 100 millió dollárnál is többet tapsolt el a Square Enix. A 2000-es években még nagyban dúlt azoknak a játékoknak a divatja, amiket egy-egy aktuális mozis premier kísérőjeként löktek ki a piacra a játékkészítők, általában brutális határidők mellett, aminek a fejlesztők idegrendszerén túl a minőség láttak árát. A Harry Potter filmes feldolgozásait is követte egy-egy interaktív alkotás, amik eleinte viszonylag ártatlan akciókalandjátékok voltak, amiket a könyvek fiatal célközönségét figyelembe véve egészítettek ki az alkotók különböző fejtörőkkel. Az idő és az epizódok előre haladtával ennél egy fokkal izgalmasabb játékmenetet követeltek meg a fejlesztőktől, ami a 7. könyv filmes adaptációival érte el a csúcs vagy mélypontját, vérmérséklettől függően. Ekkor azt a mandátumot kapta az Electronic Arts megbízásából dolgozó gárda, hogy egy Gears of War stílusú, fedezék alapú lövöldét készítsenek Harry és társai ekkorra harci jelenetekben bővelkedő kalandjából, ami kifejezetten fura és egészen nehezen élvezhető elegyet eredményezett. De nem baj, gondolhatnánk, vannak lopakodós részek, amik megtörik a monotóniát. Nos, ezekben a mesterséges intelligencia a teljes érzéketlenség és a terminátori szuperéberség között váltogat, így még idegesítőbbé téve a játékot. Mindezt a kritikusok egy 38-as Metacritic átlaggal jutalmazták, amit a varázsvilág rajongói is csak 4.3-ra tudtak felhúzni a felhasználói értékeléseknél. Vannak olyan játékok, amiknél a megjelenéskor lepődünk meg, hogy mennyire rosszul sikerültek, és vannak olyanok, amikről már jó előre sejteni lehet, hogy valami nincs rendben. A Tony Hawk's Pro Skater 5 sajnos az utóbbi kategóriába tartozott, az Activision pedig talán akkor leplezte le magát véglegesen a legendás deszkás széria legújabb darabjával, amikor úgy döntött, hogy a gamer sajtónak inkább nem küld tesztpéldányokat belőle. A megjelenéskor egy több gigabájtos patchre volt szükség, hogy a játék egyáltalán elinduljon, de amikor ez megtörtént, abban sem volt köszönet. A Tony Hawk nevével fémjelzett korábbi epizódok precíz irányításának se híre, se hamba nem volt az 5-ös sorszámú epizódban. A pályák gyatrák voltak, ahogy a programhibák is hemzsegtek, amiknek köszönhetően néhány másodpercenként valami a fizika törvényeivel teljesen összeegyeztethetetlen dolog történt a képernyőn. Az sem segített, hogy a készítők valamiért amellett döntöttek, hogy az online lobbikon keresztül kell megtapasztalnunk a deszkázást, de a vitatható netcode-nak hála csak még bizarabb mozdulatokat láthattunk a többi játékostól, épp kézláb trükköket alig ha.
Ebben az esetben utólag lelepleződött a turpisság, hogy mi volt az oka a hanyagmunkának. A robomodó csapata mindössze néhány hónapot kapott a játék elkészítésére, ugyanis 2015-ben lejárt az Activision engedélye arra, hogy Tony Hawk játékokat adjon ki, ezért mindenképpen még az év vége előtt meg kellett jelennie ennek a résznek. A sietség jutalma egy 32-es Metacritic átlag lett a kritikusoktól, a játékosoktól kapott pontszámok átlaga pedig jelenleg 1.5. Aki emlékszik a 2000-es évek elejének gaming látképére, az tudja, hogy milyen király versenyjátékokat inspiráltak a korai halálos iramban filmek, főleg rád nézünk Need for Speed Underground. Nos, ez alapján egy hivatalos feldolgozás akár kifejezetten király is lehetett volna, pláne hogy évekkel később az addigra két Need for Speed Shift és két Project Cars játékkal is bizonyító Slightly-met kapta meg a feladatot, hogy játékformába öntse Dom Toretto és a többiek egy új kalandját. A végeredményben sajnos nem lett sok köszönet. A halálos iramban sorozatra jellemző őrült autós mutatványokat ugyanis rendkívül összezavaró, az árkádos és a valószerű között ide-oda ugráló irányítással és egyetlen a kilátást kifejezetten zavaró kameraszögből szemlélve kéne előadni a játékosnak, ami nagyon frusztráló tud lenni. A fizika szintén a kontrollálatlan káosz érzetéhez ad hozzá, ami nem segített sokat az összképen. Így a hivatalos Fast and Furious játékot egy erős 35-ös átlag fogadja ma a Metacritic által figyelembe vett kritikusoktól, a játékosoktól pedig egy még durvább 1.7-es összesítés szerepel az oldalon. Már is folytatjuk, de ne feledjétek, ha tetszik, amit láttok, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára és dobjatok a videóra egy lájkot. Most viszont már pörgünk is tovább. Fura érzés egy konzol generáció nyitó címeit mérlegelni, sokszor előfordul ugyanis, hogy a fejlesztők addigra még nem ismerték ki igazán az adott platformot, így nem igazán tudják kihozni belőle a maximumot. Másfelől viszont ilyenkor gyakran lenyűgözi a játékosokat, hogy egy új, erősebb hardveren játszhatnak. Ennek érdekében pedig olykor hajlandóak elnézni azt is, ha a játékmenet nem feltétlen olyan, mint egy kiforrottabb játék esetében. Nos, a Factor 5 és a Sony együttműködése a Lair nem kapott ilyen engedményeket a közönségtől. Igaz, ez érthető annak fényében, hogy a PlayStation 3 megjelenését nagyjából 9 hónappal lekésték. A kor kritikusai talán azt sérelmezték a legjobban, hogy a szükségtelenül erőltetett mozgásérzékelős irányítás és a felszínes küldetések mellett a játék egyik legvonzóbb pontja, a kor színvonalához képest impresszív látvány is hamar elfáradt és különböző hibákat fedett fel. Így hiába irányíthattak egy sárkányt, miközben egy egész zenekar bömbölt eposzi aláfestő zenét a fülükbe, a nem túl összetett légi akciójáték egy 53-as átlagot érdemelt ki a kor kritikusaitól, aminél érdekes módon a játékosok elnézőbbek voltak egy 6.1-es összesítéssel. Általában nem szeretjük leszólni azokat a játékokat, amik azért sikerülnek rosszul, mert egy kicsit merészebben bántak a történettel vagy a játékmechanikákkal némi újító szándék által vezérelve. A The Quiet Man viszont nem érdemelte ki ezt a jó indulatot. A Square Enix és a Human Head 2018-as akciójátékában a verekedős részek ugyanis kifejezetten középszerűek, illetve néhol ennél egy kicsit rosszabbak, így pedig semmi nem kompenzálja a játékosokat azért, hogy a történetet kifejezetten pocsékul mesélik el az alkotók. Mivel a főszereplő Dane siket, a játékban gyakorlatilag alig szerepelnek hangok, legyen szó a játék alatt duruzsoló Unreal Engine-ben megvalósított, vagy épp a helyenként feltehetően költségvetési vagy időbeli korlátok miatt élő szereplőkkel felvett átvezetőkről. Az alkotók állítása szerint ez azt a célt szolgálta, hogy beleéljük magunkat a hallással nem rendelkező főszereplő bőrébe, csak hogy a The Quiet Man játékosai kevesebbet is tudnak meg, mint a karakter, akit irányítanak. Ugyanis a sztori szerint Dane képes például szájról olvasni, de a képernyő előtt ülő gamerek ekkor nem kapnak feliratokat, sőt, az emberi hangokat is fura zenei hangokra cserélték az alkotók.
valahogy nem lepődünk meg, hogy az emberek nem tüntetnek a Square főhadi szállása előtt a folytatást követelve. Ezt támasztja alá a Metacritiken elért pontszámok 28-as kritikusi és 1.9-es felhasználói átlaga is. Hosszú évekig érdekes rivalizálás folyt az EA égis alatt készülő FIFA és a Konami berkeiben fejlesztett Pro Evolution Soccer széria között, ám mára mindkét sorozat a múlté, legalábbis a nevük. Az Electronic Arts, hátrahagyva a Nemzetközi Szövetség nevét, EA Sports FC néven folytatja, és látszólag különösebb baki nélkül megúszta a váltást. A Konami egyik zászlós hajója viszont sokkal döcögősebben indult újra, ami az utóbbi évek egyik legcsúnyább AAA bukását is jelentette. A sorozat 2021-ben vette fel teljesen az új eFootball nevet, ám ami talán ennél is fontosabb, ekkor váltottak Unreal Engine-re a 2013 óta használt és több Metal Gear Solid alatt durzsoló Fox motor helyett. A látvány mellett ezt a játékmenet is megszenvedte, a kritikusok gyakran panaszkodtak általában a játékmenetre, azon belül pedig kifejezetten sokszor a mesterséges intelligenciára. Az is csak apró vigaszdíj volt, hogy az eFootballt ingyenesen lehetett letölteni, igaz, a játszható csapatok és módok listája is kifejezetten gyér volt a megjelenéskor. Hogy mindez mit ért a Metacritiken? A sajtótól egy 34-es, míg a gamerektől egy 1.3-os átlagot. Sajnos akad még bőven csúfos bukása a nagy kiadók és fejlesztők felhozatalában, ahogy biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben is lesznek orbitális baklövések, amikre ráadásul rengeteg pénzt eltapsolnak az alkotók. Reménykedjünk, hogy ezek elenyésző kisebbségben lesznek, és sokkal több olyan AAA játék landol a polcokon, amikben a nagy fejlesztőgárdák jól olajozott gépezetként összedolgozva alkotnak valami maradandót. Ti mivel bővítenétek még a listánkat, írjátok meg a kommentek között. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra, és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!